Mikor ezt először hallottam, én nem voltam megdöbbenve, nem mintha számítottam volna erre, nem is gondoltam erre egyáltalában. De hát ebben a korban az ember ezt egész másképpen is érzékeli, minden esetben nagy megtiszteltetésnek, és annak az igazolása, hogy ezt a kis országot, ezt mindenek fölött szeretem, és soha nem bírtam volna elmenni innen. Hát Sopron a Civitas Fidelissima, ami azt jelenti, hogy a leghűségesebb magyar város. Az ország háború utáni borzalmas helyzetében kitartott az anyaország mellett. És ennek nem tudok eleget hálát adni ennek a ténynek, mert az életemet alapvetően az befolyásolta, hogy nem kerültünk a szomszédország területére, és akkor nem itt ülök. Az improvizációim a zongorán elkezdődtek azzal, hogy magam hangját kezdtem kezelni, és esetleg leírni. De soha nem voltam semmivel sem megelégedve. Ez máig is így van. A zeneiskolában előadták koncerteken, vagy előadtam én zongorán azt, amit komponáltam. Majdnem minden zeneiskolai koncerten volt egy olyan darab, amit én írtam. Hogy ennek mi volt a hatása, azt én már nem tudom megmondani, de minden esetre a zeneiskola igazgatója, később aztán, mikor már gimnáziumban jártam, feltétlenül azt mondta, hogy a zeneakadémiára kell, hogy menjek majd egyszer zeneszerzést tanulni. Nem is zongorát erre gondolt, hanem a kompozícióimat hallgatva azt javasolta, hogy keresem Viski János tanárulat. A műszületését tulajdonképpen egy csodálatos, egy bizonyos pillanattól kezdve tudom számítani, amikor homályosan is megjelenik egy gondolat, akár egy hang, egy belső hang, és akkor azon elkezdek gondolkodni. Lényegében nem úgy születik, hogy valaki leül a zongorához, és akkor keresgéli a hangokat, és akkor összeáll valahogy egy kompozíció, nem. Belül a művet végig gondolva, végig hallgatva, aztán, amikor az a belső hang megerősödik, akkor esetleg leül a zongorához, és ellenőrzi önmagát, hogy ez most helyes-e, vagy lehetne esetleg jobb is. A Nemzetművészet cím elnyerése nagy megtiszteltetés, és megerősít további utamon.